Schönwaldban, a svájci Schleswig-Holstein tartomány végmorénákkal tarkított területén egy farmon vagyunk. A nevem Klaus Penzlin, mezőgazdasági bérvállalkozó vagyok. Egy kis vállalkozásom van 8 alkalmazottal, és főleg kukoricatermesztéssel foglalkozunk. Valójában csak silózunk, mivel északon nem csépelik a kukoricát, vagy legalábbis nem olyan mértékben. Mi pedig siló kukoricát termesztünk. De zöld takarmány betakarítással is foglalkozunk, illetve gabona betakarítással is. Ezek a fő mezőgazdasági tevékenységeink. Évente körülbelül 650 hektárnyi területet vetünk egy vetőgéppel. Idén egy kicsit kevesebbet, mert a tavalyi év kiváló takarmányozási év volt Schleswig-Holsteinben, és idénre még sok tartalék maradt. Ez messze nem jelenti azt, hogy jövőre nem lesz elég tennivalónk. És egyébként valamivel több mint 1000 hektár kukoricát kezelünk a takarmány betakarító gépekkel. Valamint további 500 hektáron termesztünk gabonaféléket. A vetés tekintetében csak kukorica vetőgépet használunk, ahogy a háttérben látható. Ebben az esetben ez most egy Horst CX, és azért tettük le a voksunkat a CX mellett, mivel a munkánkat a sporthoz hasonlítjuk. Mindig azt mondjuk, hogy a box utcában keressük a pénzünket. Olyan ez, mint a Forma 1. A versenyek manapság a box utcában dőlnek el, és ezért döntöttünk egép mellett. A vetőmag és a műtrágya rendkívül gyorsan feltölthető, és már nagyon-nagyon régóta a központi vetőmag tartályt részesítjük előnyben. Ami egyszerűen nagyszerű a gépben, hogy a kis egyedi vetőmag tartályoknak köszönhetően mindkettőt lehetővé teszi. Az egyedi tartályokkal vagy a központi vetőmag tartállyal való munkát. A gépet nagy terület teljesítmény elérésére tervezték, ami a vetési módszerének köszönhető. A vetőmagot a talajba lövi. Így jelentősen nagyobb munkasebességgel tud haladni. Átlagosan 11-12 km per órás munkasebességgel dolgozunk, ezért 250 lóerőre van szükségünk, mivel a mi terepünk is kissé dombos. Ami egyébként egy különleges dolog nálunk. Mint már említettem, egy végmorénás területen élünk. És ezeknek a végmorénáknak köszönhetően a talajaink különbözőek. A könnyű talajoktól a nehéz agyagos talajokig. A talajértékek 60 és 30 talajpont között mozognak. A könnyű és nehéz talajok ezen kombinációjánál ennek a gépnek az a különlegessége, hogy az automatikus csoroszja nyomás szabályzás ezt kompenzálja, és így a vetésmérség tekintetében az eredmény lényegesen jobb. Az nagyszerű, hogy kicsi, rövid távolságok vannak, és ezeknél az az airspeed adagoló rendszer előnye, hogy minden egyes mag oda kerül, ahová való, és azonnal elkapja a magfogó görgő. A távolságok mindig azonosak, és mivel ez a rendszer hibátlanul működik, a sebességet is garantálni tudjuk. Nem perdül ki a mag, nincsenek egyéb problémák, és így a terület teljesítmény nagyon magas. A gép Autoforce rendszer nagy előnyt jelent számunkra, mivel a tengelyt tehermentesítjük, így nincs nagy terhelés a nyomon, ezáltal a gép mögött a nyomokban is tudunk vetni extra nyomlazítás nélkül. És ami számunkra fontos, hogy mindig ugyanazt a mélységet kapjuk, függetlenül attól, hogy előtte futott-e egy kerék vagy sem. És ez nagyon jól működik.